Sziasztok, srácok és lányok! Üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, és itt legyünk egy újabb videóban. A videó elején szeretném megköszönni a csatorna tagoknak, hogy támogatják a csatornát, illetve a csatorna működését. Tényleg nagyon sokat segítetek nekem azzal, hogy folyamatosan támogatjátok a munkásságom, mint donétek, mint pedig csatorna tagság formájában. Övezzétek ki az előnyeit, és nagyon szépen köszönöm a támogatást. Most már annyian vagyunk, hogy igazából ugye a videó elején beolvasni a neveteket, illetve kiírni a neveteket is már egy kicsit necces, és hogyha nem haragszatok meg, akkor a neveteket nem fogom beolvasni egyenként, viszont igyekszem így a képernyőre ide vágni nektek, hogy kiférjen amennyire. Tudom, hogy tényleg baromira hálás vagyok, srácok vagyok nektek, hogy ennyien támogattok, illetve hogyha esetleg gondolkodtok azon, hogy szeretnétek csatornatagságot vásárolni, akkor a leírásban megtaláljátok a linket, akár 200 forintért is tudtok csatornatagok lenni, ilyenkor kaptok Discordon is egy külön rangot, hogyha hozzá van társítva a Discordotok a YouTube-bal, úgyhogy srácok, lányok, nem is húznám tovább a szót, folytassuk is a videót, még egyszer nagyon szépen köszönöm, srácok, lányok, mindenkinek a támogatásokat. Sziasztok, srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, és itt lennék egy olyan OneSuman-es videóban. Ebben a mai videóban a OneSuman Patch Notes 1.1-ről lesz szó, azon belül is az új állattenyésztési funkciókról, a felújított horgászrendszerről, az új vadvilági játékmódokról, a modkonzervációkról, a kontroller támogatásról, a fizetős tartalmakról, illetve azok átviteléről más-más szerverekre. Szó lesz a szerver meghívókról, a szezonális optimalizációkról, itt gondolok új szkenárióra, illetve arról, hogy milyen új dolgok érkeztek a boltba, a végén pedig szó lesz az eventekről. Hogyha srácok, lányok, nem is húznám tovább a szót, vágjunk is bele! Érkezik számunkra egy új állattenyésztési funkció. Fogd be és neveld fel az állatokat, amelyeket a vadonba találsz. Jelenleg tartató állatok listája a következő. Szarvasok, farkasok, juhok, vaddisznók, medvék, nyulak és krokodilok. A jövőben ezen lista bővülni fog. Minden állatnak különböző szokásai és jellemzői vannak. Minden állattípus számára megfelelő lakóhelyet kell építened, és biztosítanod kell a megfelelő élelmet. Ha már egy állat elég szeliddé válik, bőrt vagy húst gyűjthetsz tőle. Néhány állat a természeténél fogva agresszív, ezért segíthetnek is megvédeni a területedet az inváziók ellen. A szeptemberi frissítés lehetővé teszi majd az állatok szaporítását is, hogy ritka és egyedi lényeket szerezhess. A felújított horgászrendszer. A fejlesztők rengeteg visszajelzést kaptak a játékon belül a horgászattal kapcsolatban. A játékosok jelezték, hogy nem tudnak halat fogni, vagy néztesek találják a horgászat irányítását. Ezért átdolgozták a horgászrendszer néhány aspektusát. Csökkentették a várakozási időt, és megnövelték az akváriumban tartható halak számát. Sok új ritka halfaj érkezett. Az új minigame csata az álló képességed és a hal energiája között. A horgász zsinór feszültsége a képernyő közepén jelenik meg. A halnak minél jobban ellen kell tartanod, ugyanakkor figyelned kell majd arra is, hogy a zsinór ne szakadjon el. Amennyiben a hal kifárad, a horgászat sikerrel zárul. Sok új ritka halfaj érkezett, néhány kis hal mostantól csaliként is használható. A nagy és vadhalak jobban kedvelik a kisebb halakat, mint a szokásos csalikat. Csökkentették a várakozási időt a kapáshoz, illetve csökkentették a hal kifogási időt. Továbbá új ritka halak kerültek a játékba, a halakat a képen láthatjátok, névszét most nem fogom felsorolni őket. Optimalizálták az akváriumot, hogy egyszerre több halat is tarthassunk. Minden akvárium akár 8 halat is képes befogadni a halak méretétől függően. Új PvP játékmód. A Spartan Conquest kizárólag csak PvP szerveneken érhető el. Az event kezdete minden kedden, csütörtökön és szombaton 16 óra 20-tól lesz szerver idő szerint. Az event helyszínei Chalpeak, Lone Wolf-Faced vagy Blackheart régió. Az event menete az alábbiak szerint fog kinézni. A játék mód 20 percig tart. A Spartan itt ez a kibányászható érc, a rendezvény kezdete után 5 perccel kezd el megjelenni. Különböző bányászati módszerekkel szerezhető meg. Az event zónájában lévő játékosok különböző csapatokban lesznek osztva. Az esemény alatt minél több Spartan itt van nálad, annál több Spartan itt veszítesz, ha legyőznek. Jutalmak. A játékosok Spartan itt 1,1 arányba válthatják be Spartanekre, Nissanál a táborokban. Az ősirény próbája. Érkezik az ősirény a játékba, ami a mondák szerint véhetően Chalpeak legmagasabb hegyén lesz megtalálható. Ahol ha teljesítjük a rajta lévő próbákat, jutalmakba részesülhetünk. A képen elég bedeszen néz ki, kíváncsi leszek, hogy a játék során mégis milyen lesz. Modok átalakítása. A mod átalakítása akkor válik elérhetővé, amikor eléred a 40-es szintet a kezdő szezonban, vagy amikor belépsz egy nem kezdő szezonba. A kezdő szezon alatt a jelenlegi szezont értem, a nem kezdő szezonok alatt pedig a jövőben indulókat. A mod átalakítása funkció a mod hátizsák jobb felső sarkában érhető el. 6 nem enchantolt legendás modot tudsz átalakítani egy olyan legendás moddá, amelynek a fő attribútumát te választhatod ki. A modok, amik részt vettek az átalakításban, tartalmazhatnak alapképességet, non, violence, precision, deviant energy.
Amennyiben négy mód a hadból ugyanazzal a képességgel rendelkezik, akkor az új mód garantáltan megkapja azok képességét. Ez magába foglalja azt is, hogy a konvertált mód megtartatja a saját módját. Például a Lucky 7-nek nem lehet Precision képessége, és az Embersnek nem lehet Frost Vortex képessége. Az átalakított mod szintje attól függ, hogy hányan szintek voltak a hozzá felhasznált modok. A fizetős tartalmak megosztása. A fizetős tartalmak megosztása mostantól hivatalosan elérhető. A fizetős kozmetikai elemek és prémium valuták megoszthatók ugyanazon fiók alatt lévő összes karakter között, ugyanabban a régióban. Szerver meghívók. A speciális meghívó kódok mostantól elérhetők. Ha egy szerver tele van, a szerveren már lévő játékosok elérhetik a speciális meghívó kódjukat a játékos információ képernyőn, amely elérhető a menüből. Ezt a speciális meghívó kódot megoszthatják barátaikkal. Azok a barátok, akik megkapják a speciális meghívó kódot, használják azt a szerverre való csatlakozásra még akkor is, ha az már tele van. Mivel a szerverek kapacitása is korlátozott, még speciális meghívó kódok használatával is van egy határ, hány játékos csatlakozhat egy szerverre. Amint a szerver eléri ezt a határt, további játékosok már nem csatlakozhatnak, még ha rendelkeznek is kóddal. Ezért ajánlod, hogy minél hamarabb hívd meg barátaidat. Minden játékos legfeljebb 5 barátot hívhat meg. Továbbá érkeztek új skinek a shopba, amire egy külön kitérnék, hiszen a többit ti is meg tudjátok magatok nézni, az itt a képen látható bundle. Ez azért különleges, mert ezt kizárólag ládákból tudjátok megszerezni. A fejlesztők garantálják számotokra, hogy 30 kinyitott ládából 100%-ban megkapjátok a teljes bundle-t. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, csekkoljátok le ti is. Úgyhogy srácok, lányok, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, ne felejtsétek el, mindenféleképpen dobjatok egy lájkot, ezért jelzitek, hogy tetszett és szeretnétek folytatást, illetve bármi kérdésetek van, vagy ötletetek, vagy esetleg valamit kihagytam, mindenféleképpen írjátok le a komment szekcióba. És ne felejtsétek el, minden nap 2-3 órától streamelek, úgyhogy érdemes lecsekkolni a YouTube csatornámat is, és esetleg benézni a streamekre. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és ne felejtsétek el, találkozunk a következő videóban, addig is, sziasztok!